A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje megváltozott a két ünnep között. A buszok december 27-e és 29-e között a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint közlekednek, míg szerdán a hét első, pénteken a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára meghirdetett menetrend lesz érvényben. December 30-án szabadnapi, december 31-én szilveszterkor munkaszüneti napi, január 1-én új évkor a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok. A két ünnep között, illetve december 31-én 16 óra után az autóbuszjáratok többsége nem közlekedik. Az áruházak és bevásárlóközpontok január 1-én zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek ebben az időszakban. December 31-én az ünnepnapi, január 1-én a vasárnapi, január 2-ától pedig már a megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. Karácsonykor megsokszorozódik a lakástüzek száma, pedig egy kis odafigyeléssel valamennyi megelőzhető lenne. A Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az önkéntes tűzoltó egyesület az év ezen időszakában mindig fontos üzenetre hívja fel a lakosság figyelmét. A legtöbb lakástűz az ünnepnapi időszakban a figyelmetlenség és az égbe felejtett gyertyák miatt a konyhai sürgésforgás sütés-főzés közben keletkezik. A lámpafüzérek elektromos meghibásodása, a csillagszórók használata is tüzet okozhat. A fenyők a meleg szobában napról napra szárazabbak és emiatt gyúlékonyabbak. Ha mégis tűz keletkezik, akkor a következőket tehetjük. Ha még kisebb lángolást, füstöt tapasztalunk, a testi épségünk veszélyeztetése nélkül megpróbálkozhatunk a tűz oltásával. Ha a karácsonyfa gyullad ki, húzzuk ki a konnektorból a lámpafüzért. Abban az esetben, ha az égő karácsonyfa közvetlen közelében nincsenek bútorok, borítsuk el a fenyőt és dobjunk rá egy vagy két szétnyitott pokrócot. Karácsonykor hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, ilyenkor rosszul lét és hányinger is előfordulhat. Ez azért van, mert a szervezetünk beállt egy átlagos mennyiségű tápanyagemésztésre, illetve a kapacitása véges. Így ha az ünnepek alatt nem figyelünk oda a mennyiségre tudatosan, akkor akadhat probléma. Hiszen a bizonyos mennyiség feletti emésztetlen tápanyag nagyon rossz komfortérzetet, puffadást, hányingert okozhat. A legjobb megelőzés a tudatosság, hogy ne a mennyiség legyen a cél, hanem a minőség. Mosolygó Éva háziorvos elmondta, ha megtörtént a baj, akkor különböző szerekkel kezelhetjük magunkat. Ha mondjuk egy hányinger dominál a rosszul létben a túlevés tüneteként, akkor egy piridoxin nevű B-vitaminnak hívjuk a gyógyszer, de igazából ez egy hányinger csillapító hatású, esetleg magnéziummal kombinált formája nagyon jótékony tud lenni, illetve ha egyértelmű, hogy a nagy mennyiséget nem tudjuk megemészteni, akkor léteznek olyan enzimek, emésztő enzimek, amiket szabadon vásárolhatunk a patikában, és ezeket kívülről visszük be, nem kell tőlünk félnünk, hiszen bevesszük, és gyakorlatilag kívülről pótoljuk azt az emésztő enzimet, amit a szervezet nem tud már megtermelni, és ezzel segítünk a szervezetünknek a plusz megemésztéséhez. Ismét csak a COVID-beteg az elmúlt hetekben megszaporodott a fertőzöttek száma. Bár a vírus enyhe lefolyású megbetegedéssel jár, a szakemberek az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház tájékoztatása szerint a vakcina felvételének időpontja megváltozott. December 27-től szerdától péntekig 13 és 16 óra között várják az infektológia osztály ambulanciáján azokat a 14 év felettieket, akik szeretnék beadatni maguknak a COVID elleni védőoltást. A gyermekek oltására szintén ekkor van lehetőség, előzetes bejelentkezést követően. Az épület a Seregélyesi úti bejárat felől közelíthető meg. Online időpontfoglalásra az est.gov.hu weboldalon keresztül van lehetőség. Időpontfoglalás nélkül nincs lehetőség az oltás felvételére. Idén is hatalmas bulira készülhetnek a székesfehérváriak szilveszterkor. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ idén is jó hangulatú zenés-táncos rendezvénnyel szeretné meglepni a fehérváriakat. A szervezők szeretnék, ha december 31-én minél többen közösen, jó hangulatban búcsúztathatnák el az évet az Icsi Ligetnél felállított színpad előtt. Az év utolsó rendezvénye az a Városi Szilveszter, aminek pont most itt a helyszínén vagyunk. Itt igazából DJ-kkel készülünk, és Kátai Juniorral kezdjük vasárnap este 8 órakor a szilveszteri bulit. Utána következik egy feltörekvő fiatal DJ, ő lesz Warning. Majd egy Discover Band csinál nekünk fergeteges hangulatot, és mondanám, hogy a rendezvény vége, de inkább az új év első
bulija, mondjuk DJ Embryóval kezdődik, és az OE vele zárul.